alkalom, hogy ebben a társaságban itt jövünk össze. Közös sajtótájékoztatót tartott a Körösvölgy több településének polgármestere vasárnap reggel a Békési Dánfokon. Gajda Róbert kormány megbízott itt jelentette be, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség pályázatának köszönhetően 150-170 millió forint értékben valósíthatnak meg olyan infrastruktúrális fejlesztéseket, melyek a térségi vízitúrázás céljait szolgálják. De jól látható, hogy a pozícióink erősek, és ezt kellene tovább erősíteni, hiszen itt elsősorban az épített és a természeti környezet az, ami Békés megye szempontjából vonzó lehet. Jól látható, hogy kíváncsiak ránk a más országban élők, szeretnének minket megismerni, ehhez viszont mindenképpen infrastruktúrális fejlesztéseket kell megvalósítanunk, egyrészt azért, hogy a megyét meg tudják közelíteni, ha pedig a megyébe eljönnek, akkor hálózatszerűen infrastruktúrális fejlesztéseket kell megvalósítani. A program révén Békésen a kikötőt fejlesztenék, Dobosszanazugi részén az önkormányzati üdülőtelken sátorozási lehetőséget teremtenének, Gyulán a vízitúrázók számára kíséretet biztosító motoros hajót és egyéb eszközöket kaphat a város, melynek polgármestere nagy lehetőségként értékelte a pályázatot. Itt most egy olyan pályázat lehetőségének örülhetünk együtt, amely a turizmus tekintetében kínál eredményes együttműködése lehetőséget több olyan békésmegyei településnek, amelyeket, mint elhangzott, Magyarország legtisztább vízű folyói fűznek föl egyébként, hiszen a Fehér és a Fekete Körös azok Magyarország legtisztább vízű folyói. A bejárható Magyarország program részeként a Kajakkenu Szövetség már beadta a Békésmegyét, azon belül 12 helyszínt érintő pályázatot. A várhatóan idén ősszel elkezdődő és 2017 végéig befejeződő program a következő évben a megye további településeivel, többek között Szarvassal, Békés-Szentandrással és Körösladánnyal bővülhet.